Egy kereszténynek szolgálnia kell, nem? De mégis hogyan, meg mit? Sziasztok, Anna vagyok, és üdv a Bella Görmagazin YouTube csatornáján. Az előző heti vlogban arról beszéltem, hogy nem lehetsz túl kicsi, túl jelentéktelen, túl fiatal, akár a hitben, akár egyébként ahhoz, hogy az Isten használjon. Mert Isten nem az alkalmasokat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. Az ő ereje és az ő szent lelke az, aki téged képessé tesz arra, hogy te dolgokat tegyél érte, hogy te emberek életét változtasd meg, az, hogy a saját életedet megváltoztasd. Ezek nem a te erőd, nem a te képességed által fognak megtörténni, hanem az Úr ereje által. Így arra van csak szükséged, hogy menj és csináld, amit rád bíztak. De mi az, amit tenned kell? Mi az, amit tehetsz? Hogyan lehet gyakorlatban szolgálni Isten? Mert biztosan hallottad ezt már templomban, tanításon, ifjúsági hétvégén, valahol, és motiválódtál, és úgy gondoltad, hogy igen, nekem meg kell élnem a hitemet gyakorlatban is, és tennem kell az Úrért. De hát hogy tehetek ilyet? Az is lehet, hogy nem tudsz most jelenleg olyan közösségbe járni, ahol olyan szolgálatot tudsz vállalni, amiket elmondanak. Lehet, hogy az te gyülekezetedben éppen világítós szolgálatra van szükség, vagy babaszolgálatra, te pedig ezekre nem érsz rá, vagy pedig nem értesz hozzájuk. De valószínű, hogy találsz egyébként, hogyha jársz valahova gyülekezetbe, közösségre, akkor jó eséllyel találsz olyan szolgálatot, akár legyen az a gyerekkóra vezetése, akár legyen az valamilyen énekszolgálat, akár legyen az valamilyen technikai szolgálat, valami, amiben segítesz a takarítás, üdvözlés, sődi csinálás, szeretetvendégség, bármi. Ez ugye attól függ, hogy hova jársz, és milyen feladatok vannak ott a gyülekezetben, de valószínűleg találsz olyan ilyen feladatot, amit el tudsz vállalni. Előfordulhat az is, hogy nem találsz ilyen feladatot, vagy pedig egyszerűen nem érsz rá olyankor, amikor ezeket kell csinálni, vagy bármi. És akkor kétségbe vagy esve, hogy akkor neked, vajon akkor most mi a szolgálatod? Akkor te most emiatt, vagy amiatt, hogy éppen nem tudsz gyülekezetbe járni, mert mondjuk vidéken élsz egy eldugott kis faluban, akkor te most nem tudod szolgálni Isten. És ha ez a te szituációd, és így érzed magad, megértem, mert én is voltam már ott. De ilyenkor egyszerűen csak észre kell vennünk, hogy szolgálni nem csak azt jelenti, amit egy bizonyos helyen éppen szolgálatnak neveznek. Azok is nagyon jók, és hogyha van rá lehetőséged, akkor tedd, mert onnan, ahonnan kapsz, onnan érdemes vissza is adnod valamit. Nem ezzel ellen akarok beszélni, hanem csak azt akarom elmondani, hogy meg kell értenünk, hogy a szolgálni Isten sokkal többet jelentenél, mert ez azt jelenti, hogy az egész életünkkel tudjuk őt szolgálni. Tudjuk őt szolgálni azzal, ahogyan a körülöttünk levőkkel bánunk. Azzal, hogy kedvesek vagyunk, azzal, hogy figyelmesek vagyunk, azzal, hogy az ő szeretetét közvetítjük az emberek felé. Lehet, hogy a családod nem keresztény, lehet, hogy a lakótársad nem keresztény, lehet, hogy a pattársad nem keresztény, lehet, hogy a munkatársad, aki melletted ül, nem keresztény, és lehet, hogy te vagy az, akit az Úr használni akar az ő életében arra, hogy kicsit halljon felőle. Van egy szolgálat, egy legeslegfontosabb szolgálat, amit mindannyian kaptunk, amely minden kereszténynek a feladata, és mindannyian megkaptuk ezt elhívásként az Úr Jézustól. Ez pedig az, hogy menjetek el, és legyetek tanítványokká minden népeket. Ez azt jelenti, hogy hirdetnünk kell az evangéliumot, hirdetnünk kell azt, hogy Jézus mit tett értünk, hogy ő meghalt értünk, és elvette a bűneinket, és hogy feltámadt értünk, és hogy emiatt szabad útunk van Istenhez. És ahhoz, hogy ezt el tudjuk mondani embereknek, ahhoz, hogy az embereket el tudjuk hívni közösségbe, ahhoz, hogy az embereket meg tudjuk szólítani, és ilyen filozofálós vagy lelkizős beszélgetésekbe kezdeni velük, az lehet, hogy nem rögtön onnan fogod elkezdeni, hogy figyelj, Jézus meghalt érted, hanem lehet, hogy ott vagy először, kedves vagy, először figyelmes vagy, és kialakítasz egy kapcsolatot, ami oda tud vezetni, hogy el tudod mondani valakinek az evangéliumot. Légy nyitott az apró és hétköznapi lehetőségekre, amikben Isten használhat, akár egy hirtelen idegen felé, akár egy kedves mosolyjal, egy kedves szóval, egy kedves félmondattal, egy Istenre utaló félmondattal, amivel bizonyságot teszel valamiről. Bármi, minden lehet szolgálat. Isten előtt az egész életed lehet egy szolgálat, egyfajta Isten tisztelet, amivel ő dicsőíted, hiszen erre vagy teremtve. És kérd Istent, hogy adjon lehetőséget, kérd Istent, hogy adjon embereket, akik felé szolgálhatsz. Isten szereti meghallgatni az ilyen imákat. Tapasztalatból mondom, amikor eszembe jutott, mert elfelejtjük néha ezt, akarunk szolgálni, akarjuk azt, hogy Isten használjon, és elfelejtünk ezért imádkozni. Fogd magadat, és imádkozz, azért kezdj el imádkozni, azért, hogy Uram, küldj nekem feladatot, küldj nekem olyat, aki felé szolgálhatok, küldj nekem a útmutatást és vezetést arra, hogy milyen területen tudok valamit csinálni, hogy kamatoztassam azt, amit te nekem adtál. És ha elkezdesz így imádkozni, egyszerre Isten egyszerre csak jön, és már lehet, hogy másnapra megválaszolja ezt az imádságodat. Tapasztalatból mondom, velem megtörtént, úgyhogy
Isten nagyon szereti az ilyen imádságokat. Ő szereti azt, amikor az ő gyermekei készen, szolgálatkészen elé állnak, és azt mondják, itt vagyok, Uram, küldj el, adj valamit, megyek és csinálom. Úgyhogy legyél ilyen gyermek, és meg fogod látni, hogy mennyi áldás van abban, hogyha te szolgálod az Urat, meg fogod látni, hogy amikor te adsz, olyankor sokkal többet kapsz, mint gondolnád. És amikor te segítesz másoknak növekedni, olyankor sokkal többet növekszel, mint már bármikor máskor valaha. Úgyhogy ha kicsinek érzed magadat, akkor lehet, hogy pont egy ilyen lehetőségen keresztül fogsz növekedni. Úgyhogy menj el, légy bátor, kérd az Isten, hogy adjon neked vezetést, adjon neked útmutatást arra, hogy hogyan szolgálhatod őt, és szolgáld őt teljes szívvel és a teljes életeddel. Remélem, hogy tetszett ez a mai videó, hogyha igen, akkor lájkold és iratkozz fel a csatornára, illetve oszd meg barátaiddal, hogy ők is láthassák. Várlak titeket vissza a jövő héten is. Sziasztok!